Fekete pontos tábla is jelzi, hogy veszélyes útkereszteződésről van szó. A két regionális út, a Becsei és a Nagybecskereki egy harmadikkal is kereszteződik, amely a bánáti falu felé vezet. A sofőrök arra panaszkodnak, hogy nem elég jól belátható a kereszteződés, és nem egyértelmű, hogy főúton vagy mellékúton vannak. Ződi Zsuzsanna gyakran közlekedik ezen az útszakaszon. Azt meséli, hogy az útkereszteződés igen veszélyes. Itt három út keresztezi egymást, és a láthatóság elég gyenge, mivel hogy van itten egy erdős rész is, egyik felől, másik felől úgy szintén elég bozótos, és bizony este és télen köd, ilyesmi van, nagyon gyakran van összeütközés, és jót állom itt egy körforgalom, bizony jól jönne. A település bejáratánál, közvetlen a bejáratnál már van egy körforgalom, ami úgy szintén biztonságosabbá tette a közlekedést. Igen, igen, van, lelassítja a közlekedést, és biztonságosabb is, és egy ugyanilyen háromszögű bejárat volt Becse bejáratánál, amit szintén körforgalomra, igen, körforgalomra csináltak át, és az is ugyanolyan veszélyes volt szerintem, mint ez a miénk. Mert a Kumándról, aki jön, félkörben jön föl a Dunatiszai hídra, és egyáltalán nem lássuk, mire odaér, már késő. És úgy szintén, aki ereszkedik le a Dunatiszai hídról, szintén nem lássuk, hogy mikor ér oda. És nagyon is jó volna oda egy körforgalom. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a hallgatóknak leírjuk, pontosabban, hogy levázoljuk, hármas út kereszteződik, a Nagybecskerek felől érkező út, Óbecse felől érkező út, és a Törökbecséből kimenő út, amely a Dunatisza-Duna csatorna felett halad át. Igen, és ezért beláthatatlan. Igen, igen. Nagyon beláthatatlan, és nagyon veszélyes, ha megyünk Óbecse felé, balkész felől, aki jön, nem lássuk, ha véletlen köd van, és el kell, tehát elsőbséggel rendelkezik az a személy, és mi el kell, hogy engedjük, és nem tudjuk, hogy jön-e, mert nem látjuk. Nagyon rossz az útköröztöződés, és úgy szintén, mikor jövünk Óbecse felől, vagy Kumánd felől, ugyanaz a veszély vár a sofőrökre, mind a háromszögből. Azok, akik pedig vidékiek és nem ismerik jól a terepet, még veszélyesebb számukra a közlekedés. Habár közlekedési jelzőtáblák értesítik a járművezetőt arról, hogy melyik a főút, melyik a mellékút, azonban jól oda kell figyelni. Igen, igen, nagyon oda kell figyelni, mert nagyon veszélyes szerintem. Említette azt, hogy több közlekedési baleset történt ezen az útkereszteződésen. Arról tud, hogy az elmúlt időszakban volt-e ilyen baleset? Ne legyen így, de hallott ilyen igen, balesetről? Igen, sűrűn vannak balesetek. Hála Istennek túlnyomó részt tudják ezt az útkereszteződést, és lelassulnak az autók, úgyhogy tehát kisebb koccanásokról van szó, de anyagi kár szintén van. Hála Istennek, hogy nagyobb ilyen személyisérülések nincsenek, de különben koccanás az igen, elég sűrűn van. A körforgalom pedig ezt megoldaná. Teljesen, teljesen biztonságos egy körforgalom. Lelassítja a forgalmat, a láthatóság teljes körű, tehát szerintem az a legjobb megoldás, és az egy 100%-os biztonság az úton. Az önkormányzat azt is eldöntötte, hogy a régi és az új körforgalom is új megvilágítást kap, ami nem csak szép lesz, de növeli majd a biztonságot is. Olajos István szintén jól ismeri a terepet, mivel 40 éve kárpitos műhelyt üzemeltet, és gyakran szállít árut ezen a szakaszon. Szerinte a legnagyobb veszélyt a hídon történő közlekedés jelenti. Ez az útkereszteződés ideje, hogy meg legyen csinálva. Veszélyes a forgalom itten, mivel a hídról menjünk le a Dunatisza hídról, és nincs átnézés, nem lehet úgy látni. Amikor haladnak kifelé a település. A települési, igen, mikor haladnak kifelé, vagy Becskerek, vagy Becse felé, nem nagyon van röndös látás, mivel hídról főkőben is aztán menjünk le, az nincs látás. Tulajdonképpen akkor mindazok, akik Törökbecséből mennek ki, Óbecsére szeretnének tovább haladni, vagy valakik Nagybecskerek felé, igen, át kell, hogy haladjanak a Dunatisza-Duna csatorna feletti hídon, amelyen először is alacsonyabban haladnak, és nem látják azt, hogy mi történik a két út
testen. Becse és nagy becskerek felé vezető úton. Igen, igen. Mög elég veszélyes télen is, mert nincs jó megoldva, ha jég van, jégeső, meg ilyesmi, nincs megoldva az a rész, éppen azért, mert ott a becskereki, nagy becskereki út és óbecsei út a híd előtt jár össze. Mög kell állni egyiknek, és ottan elég veszélyes, le lehet csúszni az útról. Sokkal jobb volna egy körforgalom, ami megbiztosítaná a lassítást is az autóknak, és időre lelassítva sokkal egyszerűbb volna átmenet a hídon Törökbecsére. Az önkormányzat tervbe vette azt, hogy az úgynevezett háromszögben, tehát a település közvetlen közelében egy új körforgalmat építenek, ugyanakkor közvilágítást kap, és ezt a közvilágítást összekötik majd a régi körforgalommal. Ami azt jelenti, hogy jól belátható lesz az egész úttest. Az új körforgalomtól a régi körforgalmig. Mi a vélemény erről a megvilágításról? Igen, jó megoldás volna, mert a hídakon ott ég a villany, ami elvakítsa a sofőröket, és hirtelen mennek bele a sötétbe. Ha möglös csinálva az új körforgalom, ahol majd möglös világítva az a rész, sokkal-sokkal biztonságosabb lesz a közlekedésre. A körforgalom kiépítése a Szerbia útjai, valamint az önkormányzat közös projektje, jegyezte meg Sasa Maximovics községi elnök. A megállapodást 2016-ban írták alá. Mindenképp szükség van a körforgalom kiépítésére, melynek munkálatait március végén meg is kezdtük, mely a városperemi ezidáig parlagon álló háromszögben lesz. Az azt övező közutak közlekedés szempontjából valóban veszélyesek. Ezért dolgoztuk ki a projektet, melyet az Építészeti és Közlekedési Minisztérium is jóvá hagyott. A befektetés összege mintegy 60 millió dinár. A mi feladatunk a közvilágítás biztosítása lesz, hiszen azon a részen jelenleg nincs megfelelő kivilágítás, ami fokozza a baleset veszélyt. Tapasztalatok bizonyítják, hogy Törökbecse bejáratánál a nemrégiben létesített körforgalomnak köszönve csökkent a közúti balesetek száma. Az új körforgalom, valamint a megvilágítás pedig a jövőben biztonságosabbá teszi majd a közlekedést, úgy a helyieknek, mint a vidékről érkező közlekedőknek is. Az új körforgalom összköltsége 56 millió dinár, tette hozzá Sasa Maximovics, községi elnök.